Védőnők 10 millió forint értékben kaptak mobilokat és számítógépeket a várostól. Koronavírus 9 igazolt beteget tartanak számon Hajdú-Bihar megyében. Halászlé megvendégelte a Kenézi Kórház dolgozóit a tiszacsegei halászcsárda. Köszöntöm Önöket, ez a Debrecen Televízió híradója, napszemle, április 1-e szerda van, már is mondjuk a legfrissebb híreket. 10 millió forint értékben kaptak számítógépeket és okostelefonokat a debreceni védőnők az önkormányzattól. Ezek segítségével otthonról is el tudják végezni a munkájukat. Pap László polgármester ma délelőtt adta át az eszközöket a védőnői szolgálat vezetőjének. Mobiltelefonok és számítógépek. Általában nem ezek a legfontosabb eszközök a védőnők munkájában. A koronavírus járvány miatt azonban az egészségügyben is minimalizálni kell a személyes kapcsolatok számát. Ebben a helyzetben igyekszik segíteni az önkormányzat a debreceni védőnőknek. Felértékelődnek a távkapcsolatok, a távszolgáltatások, és a védőnők esetében egyrészt a védőnői tevékenységet ellátók egészségügyi védelme, másrészt pedig a családok egészségügyi védelme érdekében ez különös jelentőséggel bír. Éppen ezért ennek megkönnyítése érdekében egy 10 millió forintos fejlesztést hajtottunk végre. Ebből az összegből 50 asztali számítógépet vásárolt a védőnői szolgálat. Emellett mind a 93 debreceni védőnő kap egy-egy okostelefont, ami nagyban megkönnyíti a kapcsolattartást. Sok szülő ugye ilyenkor videót küld a védőnőnek, vagy küldene a védőnőnek, fényképet küldene a személyes kapcsolat hiányában, ugye szeretné tudni, hogy akkor megfelelő a gyerek mozgásfejlődése, vagy esetleg valamilyen tüneteket vél felfedezni a gyereken. Az okostelefon másik nagy előnye, hogy az úgynevezett Stefánia program is használható rajta. Az applikáció orvosi adatok tárolását és kezelését teszi lehetővé. Ide tudunk ugye súlyhoz beírni, ugye kiszámolja nekünk a percentilis értékeket. A fejlesztő ingyenesen biztosította a debreceni védőnőknek, hogy a járvány ideje alatt interneten keresztül biztonságosan használhassák az alkalmazást. Ezeket a programokat használva gyakorlatilag minden adatot be tudnak vinni, minden adatot tudunk szolgáltatni, ezeket mind meg tudjuk rögzíteni, nincs szükség semmilyen másra. Egyébként az iskolai védőnői szolgálat tagjai az intézmények bezárása óta önkéntesként segítik a debreceni karitatív testület munkáját. Jelenleg 9 igazolt koronavírusos beteget tartanak számon Hajdú-Bihar megyében. Megváltozott a járvány magyarországi adatainak közlése, közzéteszik az elhunytak korát, nemét és krónikus alapbetegségét, ráadásul a beazonosított fertőzöttekről területi adatokat is közölnek. A ma reggeli adatok szerint az 525 koronavírusos beteg közül 9-en hajdú-bihariak. A környező megyék közül Szabolcsban van a legtöbb igazolt beteg, ott 25 embernél mutattak ki fertőzést. Ennél több koronavírusos csak Pest és Győr-Moson-Sopron megyében van. Magyarországon 20-an hunytak el a betegségben, és 40-en gyógyultak meg. A mintavételek száma meghaladta 15 ezret. 840 adag halászlé készült a kijárási korlátozás miatt bezárt tiszacsegei halászcsárdában. Az étellel az egészségügyben dolgozók munkáját köszönték meg. A nagy mennyiségű halászlével a Kenézi Gyula Egyetemi Kórház valamennyi dolgozóját megvendégelték. A Szarvasfis Kft. 3 mázsa harcsát és 1 mázsa vegyes halat ajánlott fel az orvosoknak. Az Ilpe Kft. Pedig a szállításhoz szükséges műanyagdobozokkal járult hozzá az akcióhoz. Az egészségügyi dolgozóknak az egészséges halételt a tiszacsegei halászcsárda dolgozói főzték. A munka már kedden megkezdődött. Ma hajnali 5-kor kezdtek dolgozni, hogy elkészüljön a 840 adag halászlé. A halászcsárda a kijárási korlátozás miatt most zárva tart, a dolgozók mégsem a pihenést választották. A finom ebéddel akarták megköszönni az orvosok munkáját. A nagy szlogen Magyarországon, hogy minél több legyen a halfogyasztás. Annyi minden más ételeket kapnak a kórházak felajánlásokba, hogy mi szerettünk volna ezen változtatni, és inkább a halétellel elismerni az ő munkájuknak a gyümölcsét, ahogy ők dolgoznak most azért, hogy a magyar emberek túléljék ezt a nehéz helyzetet. A tiszacsegén megfőzött ételt a Kenézi Gyula Egyetemi Kórházba szállították. Itt fogadnak minden olyan beteget, aki felső légúti panasszal érkezik. Emellett zajlik a felkészülés, hogy minden szükséges ellátási feltétel meglegyen, ha emelkedne a fertőzöttek száma.
A munkáikat az elmúlt hetekben többször köszönték meg adományokkal a debreceniek és más településen élők egyaránt. Ételt és bármilyen más védőeszközt, minden mást ajándékba kapunk, ami gyakorlatilag segíti a mi munkánkat. El tudjuk azt érni, hogy csak arra koncentrálunk, ami most a feladatunk. Ezt naponta érezzük, ezt a gondoskodást, és ezt igyekszünk valamennyi dolgozó nevében megköszönni és meghálálni. A tiszacsegei halászlé adományból nem csak az orvosok, nővérek, ápolók kaptak, de jutott a takarítóknak és a műszaki személyzetnek is, hiszen az ő munkájuk is kiemelten fontos ezekben a hetekben. Megváltozott a gyalogos közlekedés és a parkolási rend is mától a Kenézi Gyula Egyetemi Kórháznál. A rendelkezés a biztonságos betegellátást segíti a járvány alatt. A kórház főbejáratát lezárták, így a betegek azt nem használhatják. Az épület előtt lévő körforgalomból mostantól csak a kórházban dolgozók hajthatnak be a parkolóba. A betegek a Dorottya utca felől közelíthetik meg a várakozóhelyeket, és csak a kijelölt részeket használhatják. Fontos változás az is, hogy áprilistól csak a dolgozók, beszállítók, adományozók és a szülészetre érkezők hajthatnak be a kórház területére. A koronavírus az ingatlanpiacot is felforgatta. Eltűntek ugyanis az egyetemisták és a turisták a városból. A mostani helyzet a lakásvásárlásra és irodabérletre is hatással van. A szakemberek szerint a jó bérlőket érdemes megtartani, még akkor is, ha csökkenteni kell a díjakat. Egyre több az üres lakás Debrecenben. Sok magyar, illetve külföldi egyetemista hazaköltözött, ráadásul sok olyan munkavállaló is van, aki otthonról dolgozik, csak épp nem a megyeszékhelyről. A szakemberek arra számítanak, hogy egyre többen döntenek majd így. A várakozások szerint sok ingatlan tulajdonos igyekszik megtartani a jó bérlőket, akár úgy is, hogy átmenetileg csak a rezsit kell fizetniük. Erről beszélt televíziónkban az egyik ingatlan iroda munkatársa. Mert a bérlők között is nagyon sok esetben előfordul, meg elő fog fordulni valószínűsíthetőleg, hogy elvesztik az állásukat, visszaszorul a jövedelmük. Én azt javaslom, hogy érdemesen megtartani még kisebb összeg árán is ezeket a bérlőket, mint elveszíteni. Az irodahelyiségek piacára is hat a jelenlegi helyzet. Az Agora irodaházat felépítő társaság ügyvezetője szerint ők szerencsések. Sikerült ugyanis megállapodniuk bérlővel, és érdeklődő is van. Úgy látja, aki irodaházban gondolkozik, az hosszú távra tervez. A lakásvásárlásnál viszont nem ez a helyzet. Sokan halasztják az eladást és a vételt is. Én úgy gondolom, hogy egyharmadára fog visszaesni a lakáskeresők száma, legalábbis ez egy a következő fél évben. Hitelezési feltételek, a forintnak a helyzete, és egy picit ez a bizonytalanság a munkahelyek iránt, ez mindegyik abba az irányba hat, hogy megpróbálják az emberek elhúzni a döntést. Az építkezések terén is van változás. Országszerte sok beruházás lehet, így munkaerő szabadult fel, a bérek csökkennek. Az építőanyag viszont drágulhat, hiszen külföldről a szállítás is nehezebbé vált. A koronavírus járvány miatt bezártak a debreceni szabadtéri kondiparkok. A kijárási korlátozás a sportolni vágyók lehetőségeit is leszűkítette. A Deac pályát kizárólag az egyetem polgárai használhatják, de ők is csak részlegesen. Az Oleh Gábor utcai sporttelepet viszont teljes egészében elzárták a városlakók elől. Mindössze egy ember futott ma délelőtt a Dóczi József utcai sporttelepen. A Deac pályaként ismert sportlétesítményt is utolérte a koronavírus. A futó és a teniszpályát egyelőre lehet használni, a kondiparkot viszont nem. A korlátozást nagybetűkkel hirdetik. A labdarúgó és a kosárlabda pályákat szintén bezárták a március 28-ai kormányrendelet óta. A kijárási korlátozás idején csak az egyetemi polgárok vehetik igénybe a sporttelepet, a városlakók nem. Ha már van ilyen beléptető rendszerünk, van hozzá Unipass dekakártya, és ezzel lehet szabályozni a belépéseknek a számát, és elhívna a figyelmet arra, hogy egyéni sportolás céljára használják ezt. Tehát például műfüves hosszpály nincs focizni, nem lehet megkosarazni, meg ilyesmi. Ott benne állunk legalábbis. Az Oleh Gábor utcai sporttelep esetében azonban nincs kivétel. A népszerű szabadidős parkban üres a kosárlabda és a futópálya, a tavaly bővített kondiparkot sem használhatja senki. Mivel a kormányrendelet szerint előírt másfél méteres távolságot nehéz lett volna betartatni sportolás közben, a debreceni sportcentrum vezetői úgy döntöttek, hogy az egészség megőrzés érdekében a teljes területet lezárják. Számos olyan kültéri létesítmény van, gondolok itt a kondiparkra, a bitumenes labdarúgó pályára, vagy a 3x3 kosárlabda pályára, ahol nem tudjuk garantálni, és nem lehet garantálni a vonatkozó rendelkezések
betartását. Az Oláh Gábor utcai sporttelepet egyelőre április 11-ig zárták be, a sportcentrum munkatársai viszont addig sem tétlenkednek. Több létesítményben karbantartási és felújítási munkákat végeznek a kényszer pihenő ideje alatt. Új igazgatót neveztek ki a Kratochvil Károly Honvéd szakközépiskola élére. A 7 év után búcsúzó Berkec Gábort Kovács István alezredes váltja. Ma az 5. Bocskai István lövészdandár korábbi parancsnoka Ruszin Romulus is új megbízást kapott, ezentúl helyettes államtitkárként dolgozik a Honvédelmi Minisztériumban. A Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium igazgató munkakörbe vezénylem. Benkő Tibor honvédelmi miniszter határozata alapján Kovács István nevezték ki a szakközépiskola élére. Az új igazgató szeretné megőrizni és tovább gyarapítani az intézmény hírnevét. Az itt fölhalmozott tudás, gyakorlati tapasztalat lehet az alapja a majdan létesülő honvéd középiskolai és kollégiumi rendszernek. Az itt bedolgozott, kidolgozott tanmenetekkel fogjuk tudni segíteni, pedagógiai módszerekkel fogjuk tudni segíteni a létesülő leendő iskolánkat. Az alezredes Berkec Gábort váltja a posztján, aki az iskola 2013-as indulása óta töltötte be a tisztséget. Munkájára ezentúl a Honvédelmi Minisztériumban számítanak. Az Rényi 2026 haderőreform keretében meghirdetett honvéd középiskolák és kollégiumok létrehozásának a koordinálása lesz a feladata. Ez egy jó projekt volt és működő projekt volt, ezt a jól működő debreceni projektet most egy fővárosi szinten új honvéd középiskolák létrehozásával, honvéd kollégiumok létrehozásával kell tovább gyümölcsöztetni, és a meglévő jelenlegi honvéd középiskolának a operatív fenntartó irányítását kell majd ellátnom a közeljövőben. Az eseményen részt vett Ruszin Romulus is. Az 5. Bocskai István lövészdandár korábbi parancsnoka is ma kapott új megbízatást, a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkárává nevezték ki. Feladata a katonaállomány biztosítása és a honvéd utánpótlás megszervezése lesz. Szükség van arra, hogy a Magyarország fiataljai azok valóban megértsék, hogy miért jó Magyarországon élni, és ők mit tudnak azért tenni a mindennapokban, hogy az ország még sokáig produktív legyen és erős. Úgyhogy a fiatalokat is szeretnénk elérni minél nagyobb számban. A megfelelő utánpótlás biztosításához meg kell reformálni a honvédség több mint 150 éves múltra visszatekintő oktatási módszereit. A cél, hogy egy olyan struktúrát alakítsanak ki, ami megfelel a mai modern kor kihívásainak. Egyre kevesebb az étel, miatt az egész országban, így Debrecenben is nehéz helyzetbe kerültek az állatmenhelyek. A sorsukra hagyott négylábúak így még kiszolgáltatottabbak. A járvány miatt kevesebben segítenek, de tőlük sem fogadhatnak el tárgyi adományt, csak anyagi támogatást. Sorban állnak egy kis figyelemért ezek a kutyák a Puli Állatvédő Egyesület telephelyén. Mindegyik másképp próbálja felhívni magára a figyelmet. Vagy szuper képességgel, vagy ártatlan tekintettel. Ezek a csöpségek pedig azt mutatják, milyen jó testvérek. Az Egyesület 140 kutyáról gondoskodik, de most szinte szó szerint egyedül maradtak a jószágokkal. A koronavírus miatt kialakult helyzetben nem fogadhatnak látogatókat. Így az önkéntesek sem tudnak jönni, hogy sétáltassák a kutyákat. Az emberek ugye félnek a jövőtől, ezért a támogatás is kevesebb, pályázatok sincsenek, azokat is befagyasztották, szerettünk volna egy nagyobb beruházásba kezdeni, épületeket bővíteni, orvosi szobát, mosókonyhát, melegedőt, de úgy néz ki, hogy ez az idén nem fog sikerülni. Ide a gyepmesteri telepről és az utcáról kerülnek az állatok, de az is előfordul, hogy egy gazdi beadja megunt kedvencét. Az országban 140 állatmenhelyet üzemeltető szervezet van, ezek mintegy 10 000 kutyát és macskát látnak el. A koronavírus miatt kialakult helyzet viszont minden menhely működését veszélyezteti. A legnagyobb gond, hogy nincs elég étel a négylábúak számára. A járvány miatt most nem fogadhatnak el tárgyi adományokat, így tápot sem. Emiatt csak anyagilag lehet támogatni minden menhelyet, így a Puli Állatvédő Egyesületet is. Ez a kis apróság még csak néhány hónap, szóval nem eszik túl sokat. Viszont ahhoz, hogy ezen a menhelyen minden kutya jól lakjon, havi szinten legalább 800 kiló szárasztápra lenne szükség. A Napszemlét Nádasdi Anikó tudósította. Eddig tartott ma a Napszemle, riportjainkat keressék a dehír.hu hírportálon, illetve a Médiacentrum Debrecen mobiltelefonos alkalmazásán is. Híradóval legközelebb holnap a megszokott időben jelentkezünk, addig is vigyázzanak magukra, és ha tehetik, maradjanak otthon. Viszontlátásra!